Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik március 17-én. Az indiai asztrológia szerint a hold az Artra holdházban van ezen a napon, ami lefordítva nedvességet jelent. De utal a fiatalos kisugárzásra, a gyógyító erőre, a könnyűségre, vagy arra is, hogy tisztázódik ezen a napon valami. Merkur bolygó egy jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval. Ezek lehetnek szerződések, egy jó ajánlat, vagy szerencse, vagy nyeremény. Jupiter bolygó gyakran utal az igazságra, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Ez például lehet egy bírósági ügy, ahol most Merkur bolygó hatása alatt előre mennek az események. A hold egy szép kapcsolatban van Vénusz bolygóval, ez jelent bennünket, hölgyeket, itt érzelmekről van szó, vagy jelenti a szerelmi témákat, ahol most megvan az egyhang, és lehet érzelmekről beszélni. Neptun bolygó konjunkcióban áll a nappal, és együtt hatnak. Tulajdonképpen különbözőek, mert a nap megvilágít valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, tisztán látunk át a helyzeten. Neptun bolygó viszont olyan, mint egy fátyol, átláthatatlan, misztikus, nem lehet igazán eligazodni valami felett. Neptun bolygó jelenti a művészi területeket, vagy az álmokat, akkor ez egy jó kapcsolat, hiszen a nap megvilágítja. Láthatóvá teszi a művészetet, vagy megvilágítja az álmainkat, tudjuk azt, hogy mi az elképzelés. De ha más témákról van szó, mint például, ha szeretnél valakivel tisztázni valamit, akkor ez nagyon nehéz, hiszen úgy érzed, hogy a másik eltitkol előled valamit, nincs meg a bizalom. Ez a konjunkció, amikor így együtt hatnak, ez kihathat a politikai eseményekre is, hiszen a nap szimbolizálja a kormányt. És Neptun bolygónál bizonyos dolgokat nem lehet látni, tehát itt vannak titkok. Ezen a napon, március 17-én fél hold van, és van egy kis belső feszültség, mert úgy érezzük, hogy hiányzik valami. Ezúttal hiányzik a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés, valahogy olyan kimerültnek érezzük magunkat, olyan fáradtnak. Vagy vannak bizonyos dolgok, ami most nem lelkesít bennünket. És most rátérek a kártyákra, megnézzük először az ő gondolatait, az ő terveit. Biztos van néhány köztetek, akiknek nem tetszenek a kártyák, de én olyan viccesnek tartom ezt a kártyacsomagot, ezeket a képeket. Itt ez a hölgy szimbolizálja a főpapnőt. Ez lehet egy spirituális terület, vagy kihat a sors utakra, hiszen a főpapnő őrzi a sorsok könyvét. Itt ezen a képen a tűz eleme látható, ami kicsit hiányzik március 17-én, de majd javul a helyzet, hiszen a hold majd
eltávolodik ettől a félhold pozíciótól, és akkor majd érezhető lesz a napokban már a tűz eleme, ami itt is látható. Ez a férfi közeledik hozzád. De úgy érzi, te benne vagy egy szűkös helyzetben. Nem érzed jól magad, de segíteni akar. Szeretni azt megbeszélni veled, hogy lépj ki ebből a helyzetből. Ezek lehetnek korlátozások a munkahelyen, a családban, vagy nem érzed jól magadat a környezetedben. És hogyan érzi magát? Itt olyan, mint egy király, megvan a büszke tartása, és a kezében látható ez a kehely, ami jelenti az érzelmeit. Ő tisztában van a saját érzelmeivel, de ő úgy gondolja, hogy nálad vannak nehézségek, korlátozások, itt ez a szűkös helyzet, és itt a 9-es szám olyan, mint egy kerítés, amikor nem tudod hogyan tovább, és itt kell erő átmászni a kerítésen, és akkor lesz egy új kezdet. Itt vannak még korlátozások. Az érmékről van szó. Ezek lehetnek az anyagiak, vagy az is lehet, hogy vannak nehézségeid a munkahelyen, hiszen nem kapod meg a megbecsülést. Vagy nem vagy tisztában a saját értékeiddel. Ez is korlátozhat téged. De ez a férfi tud róla. Majd segíteni fog. És mit fog tenni? Ő közeledik hozzád, és kimutatja az érzelmeit, hiszen a kezében van a kehely. És megváltozik valami a környezetedben, hiszen itt még érezhető a korlátozás, és ezen a képen már olyan vagy, mint egy királynő, hasonló, mint ő. Ő a király, és uralkodik a víz eleme felett, befolyásol téged, és akkor itt megjelensz már, mint egy királynő, és te is uralkodsz a víz eleme felett. És ez jelenti az érzelmeket. Mi fűz össze benneteket, ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt van egy M betű. Most elgondolkozhatsz azon, hogy mit jelent számodra az M betű. Ez lehet valakinek a neve, ez lehet egy község, vagy egy város, lehet egy falu is természetesen, és jelenthet egy fogalmat. Ami nekem így eszembe jut, Miklós, Mihály, Martin, Mária, Mónika, mint helység, Marosvásárhely, Mersevát, és mint fogalom ma, a mai napon rendezzük a dolgainkat. A régi írásmód itt van középen, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Olyan, mint a mellek, és az utalhat az anyai érzelmekre például. Vagy azt is jelentheti a kép, hogy itt van egy közös út, ő így kimozdul, te is, de itt középen majd találkoztok, hiszen lesznek közös tervek. Ez a rovás írás kártya, de a németeknél is van hasonló, ezeket rúnának hívják, és itt látható a rúna kártya, ugyanaz, mint itt a rovás írás, és itt jelenti a nőies energiát, az anyukát a gyermekkel, és a gyermek jelenthet itt egy új kezdetet is. És a napi energia, az itt látható, ez a kéz jelenti azt, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat, cselekedjünk. Itt a levegő eleméről van szó, a könnyűségről, a mozgásról, egy közeledésről, az ötletekről, vagy a kommunikációról. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra,
a véleményedet leírhatod a kommentárba, vagy az, hogy mit jelent számodra ez a szimbólum, vagy az M betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!